A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, rendhagyó lesz ez a beszélgetés, hiszen azzal kell kezdenem, hogy 1974-ben, tehát szeptemberében, idestova 50 esztendeje, tehát fél évszázad találkoztam először vendégemmel a Teleki Blanka gimnáziumban, hiszen abban az esztendőben indult egy angol tagozatos osztály, én, mint falusi gyerek megérkeztem, és bizony szükség volt azoknak a támogatására, akik egyrészt már bírták a nyelvet, másrészt pedig hozzásegítettek engem is ahhoz, hogy fejlődhessek velük, ha úgy tetszik. Vendégem tehát Horváth Balázs, tisztelettel köszöntelek, most már, mint dr. Horváth Balázst, az ENSZ fejlesztési hálózatának jelenleg botszvanai vezetőjét. Ez egy hosszú út a tiéd, és én azt gondolom, hogy ez a fejlesztési program is megérdemel annyit, hogy majd a később essék róla szó. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az indítatás. Tehát kezdjük a Telekivel, hiszen azt mondanunk sem kell, hogy rendkívüli tehetséggel rendelkeztél, ez már ott is kiderült. Úgyhogy az alapvetésekkel, hogy miként kerültél annak idejében a Telekibe, miért pont azt az osztályt választottad, hiszen bármit választhattál volna? Először is üdvözlöm a nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást, rendkívül megtisztelő, mindig nagy öröm veled beszélgetni, Lajos. Kezdeném az általános iskolánál, Ibli általános iskolába jártam, ahol nagyon jó alapokat kaptam, és volt két év, ami elég meghatározó volt az életemben. Ez alatt a két év alatt édesapám állatorvosként Tanzániában dolgozott. A Kilimandzsáró oldalában laktunk, és ott villámgyorsan, mint minden gyerek, aki más nyelvkörnyezetbe kerül, megtanultam angolul, és ez elég meghatározó volt a későbbiekre nézve is. Szüleim nagyon aggódtak, hogy az angol nyelvet elveszítem, ha nem lesz valami gyakorlás, és ezért kerültem az angol tagozatra, Teleki Blanka gimnáziumba, aminek azóta is nagyon örülök, mert például veled találkozhattam. Igen. Hát egy érdekes négy év volt, bár én ugye nem ott fejeztem be a középiskolát, de én azt gondolom, hogy egy remek csapat jött össze. Uh-huh. Tehát indítatásnak megfelelő volt. Viszont azt is tudtuk, hogy a sport mellett értelemszerűen a tanulás is rendkívül fontos számodra, uh-huh. és határozott elképzeléseid, terveid voltak a pályaválasztásoddal kapcsolatban. Ez biztos így nézett ki kívülről, ez nem így volt. Rendkívül sok minden érdekelt, óriásiakat beszélgettünk, te veled, igen. másokkal, tényleg egy nagyon jó csapat volt a Telekiben. És annyi minden érdekelt, hogy fogalmam se volt, hogy mihez kezdjek. És akkor a család egy bölcs barátja azt mondta, hogy menj el a közgazdaságtudományi egyetemre, mert onnan még annyi felé mehetsz, akkor nem kötöd le magad egy meghatározott időbe, irányba. És ez volt az oka, hogy a közgazdasági egyetemre jelentkeztem, és nem bántam meg. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy eleve elrendelés volt ez az út. Mondhatjuk. Milyenek voltak az egyetemi éveid? Hiszen azért az alapjaiban meghatározza egy fiatal felnőttnél, hogy mit, hogyan képzel el, hogy van-e olyan jövőképe, amit majd a megszerzett hivatásnak szentel? Volt jövőképem, ami látványosan nem jött be. Én a közgazdasági egyetemen egy egész pici csoportban jártam, amelyik tervgazdasági szakon rettenetesen sok matematikát tanult, és nagyon-nagyon készültünk arra, hogy hogy kell központi tervezést csinálni, és pont mire végeztünk, addigra a központi tervezés az nagyjából elmúlt. De ez az alap, ez valóban nagyon jó volt, és később nagyon hasznosnak. Kik voltak a mestereid, hiszen ne feledjük, hogy azért szükség van egy olyan indítatásra is ebben az értelemben, akik, hogy most függetlenül, hiszen mi a szocializmus kellős uh-huh. közepén éltünk, ennek ellenére egy olyan utat jelölnek meg a választott hivatásodon belül, ami aztán a később hasznosítható. Uh-huh.
Zalai Ernőt említeném elsőként, aki rendkívül alapos matematikai tudást adott nekünk. Messzéna György professzor úr, szintén ő volt az, aki a matematikai statisztikát oktatta. És rengeteg tanárunk volt, akik mind-mind a saját területükön nagyon érdekes módon hozzá tudtak adni ahhoz a tudáshoz, amit az ember szerzett ott. Forgó Ferenc, aki játékelméletet tanított, és mindenki mondta neki, hogy játékelmélet, hát őrizzük már meg a tudomány komolyságát, de a játékelmélet az egyik legkomolyabb matematikai elmélet. És nem álltál meg egy pillanatra sem. Nem. Az egyetem után másfél évig a Konjunktúra és Piackutatóintézetben dolgoztam. Mindenféle érdekes dolgokat csináltunk. Volt a tévében egy olyan dolog, hogy egy percre behoztak valami aktuális gazdasági témát, és arról egy grafikont bemutattak, és akkor minden nap ezt csináltuk, és adtuk. Egy csapat tagja voltam, akik adták a tévébe ezt, és akkor ezt bemutatták. Ott írtam az első tanulmányomat az energiagazdálkodásról. Maha megnézem égtelen bikfa nyelven, amit szerintem emberi fogyasztásra alkalmatlan volt, de az is sok mindent tanított nekem. Ott is volt egy mentorom, Simon András, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Ő az, aki megtanított, valóban alkalmazott ökonometriát alkalmazni, és ő rajta, az ő révén ért az a megtiszteltetés, hogy egy Nobel-díjas tudós mondta, hogy neki lenne egy helye, ahova elmehetek, és dolgozhatok neki, és ez mellett tanulhatok. Tehát ez volt az a pillanat, ami tulajdonképpen eldöntötte a következő negyedszázadot, vagy 30 évet vagy 30, a pályafutásunkban. Vagy 40 évet. Ez így igaz. Lawrence Kleinnak hívták, ő egy ökonometriai modell együttesért kapta a Nobel-díjat azért, mert ő neki volt az az ötlete, hogy összekösse az egyes ország modelleket az exporton és importon keresztül, és egy nagyon egyszerű, ilyen lezáró elmélete volt, a világ összes importja ugyanannyi, mint a világ összes exportja. És akkor így szépen ezek a modellek beálltak a sorba, és egy konzisztens világ előrejelzést lehetett csinálni. És ebben én a szocialista országok modelljeiért voltam felelős. És lépésről lépésre haladtál. Melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy a lépésről lépésre után is tovább lépsz? Mindig. Mindig? Mindig. Mindig. Én soha nem éreztem, hogy én most már elég okos vagyok. Még most sem érzem. Én mindig szeretnék sokkal többet tanulni. Közben, hogy ezeken a modelleken dolgoztam, én tanultam a Pennsylvaniai Egyetemen, végén szép kandidátusi fokozatot kaptam, és akkor most már ettől. Hogy jött az ENSZ? Először még, amikor végeztem, akkor elhatároztam, hogy hadd keresek egy évig egy kis pénzt, és akkor sokkal jobb lesz, mikor hazajövünk. És akkor elhelyezkedtem a Nemzetközi Valuta Alapnál, és ott dolgoztam nem egy évig, hanem 19-ig, és az is rendkívül érdekes volt. És ott sok-sok ország problémaköreivel ismerkedtem meg, és nagyon-nagyon érdekes volt átélni a Szovjetunió szétesését, és a Nemzetközi Valuta Alap oldaláról. Tehát átfogó képet kaptál tulajdonképpen a pénzügyi válságokról, illetve arról a helyzetképről, ami azért folyamatosan változott, valljuk meg abban az időszakban. Igen, és arról is, hogy milyen elképesztően különböző irányokba kezdtek el fejlődni. Volt, amelyik visszafele ment, és volt, amelyik előre. Ebben az értelemben választottál szakirányt magadnak? Vagy ez egy teljesen átfogó képet vizsgáltál? A Nemzetközi Valuta Alap egy nagyon jól definiált területet csinál. A közgazdaságtanból a makro közgazdaságtant, tehát azokat vizsgálja, hogy mennyi a növekedés, mennyi az infláció, és milyen gazdaságpolitikát kell folytatni, hogy ezeket az ebben kitűzött célokat elérjék. Ez lehet költségvetési politika és a Nemzeti Banknak a monetáris politikája. És nagyjából ebben foglalkoztunk minden országban. Tehát világpolgárként éltél, ugyanakkor értelemszerűen, mivel gyönyörűen beszélsz magyarul továbbra is, megmaradtál magyarnak. Figyelemmel kísérted-e, vagy mit jelentett számodra az a változás sor, ami,
aztán elindult itthon is, illetve azt mondom, hogy a szocialista országok körében. Természetesen figyelemmel kísértem, minden egyes évben jöttünk, azt még nem mondtam, hogy megházasodtam feleségemmel, 41 éve együtt vagyunk, két gyönyörű lányunk született, nagyon okosak, és minden egyes évben hazahoztuk őket nyáron, kifejezetten azzal a céllal, hogy szépen ők is tudjanak magyarul. És így persze, minden nyáron nagy beszélgetések voltak a családdal, barátokkal, és nagyon-nagyon közelről követtük ezt. Számomra egy nagyon pozitív élmény volt, hogy micsoda óriási lehetőségek nyílnak meg Magyarország előtt, és ezeket az óriási lehetőségeket nagy részt be is váltotta az ország, amikor az Európai Unió tagja lett, és hatalmas ütemben fejlődött. Hogy jött a fejlesztési program meghívó? Hiszen nyilván az egy nagyon fontos pillanat az életedben, annál is inkább, hiszen ugye beszéltünk, hogy az Egyesült Államok, Európa, tehát tulajdonképpen lefetted ezt a részt, és akkor jött Afrika, ha úgy tetszik, hazatértél. Igen. Annyi év után a Nemzetközi Valutalapnál óriási változások következtek, és úgy éreztem, hogy jobb, hogyha körülnézek, hogy mi van még. Az az ember, aki egy nő, akitől egyszer még a Nemzetközi Valuta Alapban átvettem a Szerbia országnak a feladatkörét, az átkerült az ENSZ-be, és ő egy idő után hívott, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ott dolgoznék. És az ENSZ az egy rendkívül bonyolult és nagyon lassan dolgozó intézmény, majdnem egy évig tartott, amíg az egész átállás megtörtént, de akkor a pozsonyi központba kerültem, az egy ilyen regionális központ, ahol 27 különböző országnak a problémakörével foglalkoznak, és akik ott a központban dolgoznak, azokat rendszeresen hívják ezekbe az országokba. Gyere oda, ez a problémánk, mit javasolsz? És így én 22 dél-európai és volt szovjet köztársaságba jutottam el, és rendkívül érdekes volt. Tehát ezzel indult, utána jött Ázsia és Csendes óceáni térségért felelős közgazdász, szöuli politikai központ igazgatóság, dél-szudáni országigazgatóság. Igen. Ez mit jelent? Tehát egy felkészült közgazdásznak nyilvánvaló, aki globális kérdésekkel foglalkozik, ez nyilván nem olyan nehéz a váltás, de azért, ha belegondolunk, hogy jószerivel az egész világot bejártad, és azért teljesen más helyzetekbe kerültél, gazdasági szempontból is, mindenféle szempontból, ezt hogy lehetett ehhez úgy hozzászokni, hogy aztán a teljességet nyújtsd, hiszen nyilvánvaló, hogy a feladatköreid ezt kívánták meg. Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, az a lényeg, hogy az ember nyitott maradjon. Soha ne képzelje azt, hogy ő jobban tudja a dolgokról, hogy hogyan kell csinálni, mint azok, akik ott élnek abban az országban. Ha tisztelettel közelíted meg azokat, akik ott vannak, a minisztereket, a központi bankelnököt, a mindenféle vezetőt, és azt mondod, hogy én tényleg segíteni akarnék. Mondjátok el, mi az, amit titeket éjszaka fenntart, mert annyira nyugtalanít, és talán azokból, amit más országokban láttam, meg tanultam, azokból talán tudok mondani néhány dolgot, amin érdemes elgondolkodni. És mikor ezt látják, hogy nem utasítgatni jön valaki, hanem tényleg együtt összehozni egy olyan megoldást, ami működhet, akkor megnyílnak. Minden elképesztően jó ötlet az őtőlük jön. Én csak összerakom. Tehát tulajdonképpen kimondod nekik, amit Pruhászka püspök úr, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Nem akarom magamat Pruhászka püspök úrhoz hasonlítani, de igen, valóban ez az alapgondolat. No, egy kicsit mielőtt a tartalmi oldaláról beszélnénk, hogy viselte a családod ezt a gyakori költözést, és ráadásul mindig új és egészen más helyszíneken kellett élniük, és nyilvánvaló, hogy oda tartozónak éreznie magukat. Szóval ez úgy volt, hogy 19 évig mi egy helyen voltunk Washingtonban, és onnan utaztam a különböző országokba. Amikor a gyerekek elkerültek egyetemre, akkor egymásra néztünk a feleségemmel, hogy te jó ég, most mit fogunk csinálni, nem kell vinni
színházi előadásra a gyereket nem kell ilyen sportmérkőzésre, olyan sportmérkőzésre vinni. És akkor belegondoltunk, hogy lehet, hogy eljött egy olyan szakasz, amikor lehet már más országokba költözni, akkor lettem Ukrajnában IMF képviselő, és aztán később az ENSZ-nél ott már különböző helyekre én költöztem. Tehát amikor nézem itt, hogy szakértőként tanácsadás, képzések ugye segítik a fejlődő országok kormányait, anyagi segítség, és tehát ez a támogatás összképe, azt hiszem, hogy mondhatjuk ki, ez csak 6 betű, de minden ide tartozik. Ja. Hogy lehet hozzákezdeni egy ilyen munkához? Alázattal. Megint azt mondom, hogy rendkívül nagy eszközöket adnak az ember kezébe, amikor az ENSZ fejlesztési intézetet képviseli, ez a UNDP, és meg kell találni azt a módot. Először is az ENSZ-nek nincs önállóan saját magának pénze. Tehát el kell találni azt a hullámhosszot, amivel a tradicionális pénzforrásokat az ember megtalálja. Ezek általában különböző kormányok, de most már vannak nagy-nagy vertikális alapok, főleg a környezetvédelemben. És ezeket meg kell keresni, az országban meg kell találni azokat a problémákat, amik tényleg fenntartják éjszaka az embereket, és annyira nagy problémák, és arra javasolni valamilyen olyan megoldást, ami természetesen pénzbe kerül, ami egy ilyen alapnak, vagy egy országnak, amelyik az eldöntötte, hogy bizonyos országokat támogat, és ahol éppen dolgozol, ott az az ország köztük van, akkor velük nagyon-nagyon hosszasan tárgyalni kell, hogy szeretnénk pénzt erre. És akkor, hogyha megegyeztünk, akkor már egy konkrét projekt van, akkor egy konkrét felállt rendszer van, hogy mi az, amit csinálni akarunk. Tehát ez és a fenntartható fejlődés záloga, mondom igen, én. Igen, viszont igen. Mindig vannak krízis helyzetek, ilyen például a HIV, AIDS, stb. Igen. Mert amikor arról beszélünk, hogy a demokratikus igazgatás kialakítása, az nyilvánvaló, hogy az ilyen értelemben egy alapvetés kell, hogy legyen az. Ebben a jelző szerkezetben, igen. De egy rendkívül nehéz feladat ezt megoldani, gondolom igen. Én. Viszont az energia vagy éppenséggel a környezetvédelem az helyek közel, bár nyilván minden ország más, de azért az a hasonló feladatkör. Igen, igen. Nagyon jól látod, tényleg így van. Tehát kell egy intézményrendszert létrehozni, ahol emberek elég képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ezt az intézményrendszert úgy tudják mozgatni, hogy az az ország érdekeit tudja képviselni. És ne lehessen korrupcióval, vagy valamilyen más módon az ország érdekeitől eltérő módon mozgatni ezt. És ez az ENSZ-nek egyik alapvető feladata, hogy ezzel ilyen ügyben dolgozzon a kormányokkal. Mi mindig az adott ország kormányával dolgozunk, és persze a civil szervezetekkel is, meg nem kormányzati intézményekkel, de mindig a kormány hozzájárulásával. És ez az egyik rész, amit csinálunk. A másik az szegénységcsökkentés, egyenlőtlenségnek a lecsökkentése, ami az intézményrendszer megint egy kicsit át kell állítani, létre kell hozni olyan szociális hálót, ami elkap olyan embereket, akik kiesnének a piac normális működése mellett abból a lehetőségből, hogy ők is tudjanak normális életet élni. És a harmadik terület pedig a környezetvédelem. A környezetvédelem, itt az elsődleges probléma az a globális klímaváltozás. Ehhez tartozik, hogy milyen forrásokból nyerjük az energiát, de beletartozik a biodiverzitás is. Botswana például azért elképesztően érdekes ország, mert az egyik legnagyobb biodiverzitást mutató ország. A világ legtöbb elefántja Botswanában van. Abszolút számban. Igen. Igen, egészen délen. Több, mint India, több, mint Tájföld, több, mint más afrikai országok. Mert ők megóvják az elefántokat. Miként lehet és kell figyelmet fordítani, hogy a prevencióra? Gondolok itt a krízis helyzetekre. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy Afrikában bőséges, ráadásul Európába hozzánk alig-alig jut el ebből. Nyilvánvaló, hogy ez ennek a szervezetnek az elsődleges feladata,
hogy ezeket ott helyben oldja meg. És vegyük úgy, szinte bizonyos vagyok benne, ha valaki olvassa a híreket, azt is tudja, hogy bizony Amerikából és Európából áramlik a krízis helyzetek zöme az afrikai országokba is. Ezen hogy lehet segíteni szakemberként, ott élőként? Nagyon komplex a helyzet ezekben az országokban. Természetesen jönnek feszültségek máshonnan. A legtöbb afrikai ország törzsi alapokon szerveződik. Ezért a törzsek közötti ellentéteket is kezelni kell valahogy. Nem szabad azt gondolni, hogy csak a nyugati vagy akár keleti intézményrendszer működhet jól. El kell fogadni, hogy van egy törzsi intézményrendszer, vannak törzsi vezetők, és ővelük is kell találni közös hangot. És akkor ez az egész gazdasági érdekekbe ütközhet. A gazdasági érdekeket kell tudni felismerni. Nagy monopóliumok szeretnék, hogy ők szépen ki tudják hozni ezekből az országokból a természeti kincseket. Akkor erősíteni kell az ország intézményrendszerét, hogy ők a saját érdekeiket szépen tudják érvényesíteni. Ugyanakkor megértsék, hogy a világ piaci alapon működik, és a piaci alapon való működéshez az kell, hogy ők bekapcsolódjanak valahogy a nemzetközi kereskedelembe. És ezek mind-mind olyan dolgok, amiket végig kell gondolni, és át kell beszélni. Megerősítést nyújt számodra, hogy elismeréssel tekintenek arra a munkára, amit te magad, illetve a kollégáid végeztek az adott országban? Természetesen, persze. Mindenkinek a pozitív visszajelzés, az nagyon-nagyon sokat számít, nekünk is, persze. És nem csak csupa jót csinálunk, néha hibákat követünk el, akkor viszont a negatív visszajelzés kell, hogy egy olyan erő legyen, ami arra késztet minket, hogy felismerjük, hogy mi az, amit nem jól csinál. Egy konkrét átfogó jövőképet adtok tulajdonképpen egy-egy elmaradott, egy olyan nemzetnek, akik most lábalnak ki az ősiségből, ha úgy tetszik, bár ez egy rossz jelző szerkezet, tudom én. Igen. De ennek ellenére azt gondolom, hogy tehát itt a törzsi szerkezetről is beszéltünk, nyilvánvaló, hogy egészen más, mint amihez mi Európában, vagy akár bárki, te magad is hozzászoktál Amerikában, vagy bárhol máshogy. Más, ez a kulcs szó, és ebben teljesen igazad van. Az, hogy jobb lenne az egyik a másiknál, azt nem állítanám. Rendkívül sok társadalmi feszültséget ez a törzsi szisztéma, ez a rendszer, ez meg tud oldani. Ha egyszer a törzsfőnök azt látja, hogy valamelyik családban verje a férje a feleségét, a törzsfőnök szépen oda megy és elmondja, hogy ezt ne csinálj. És ez az úgynevezett modernebb társadalmakban nem így van. És ezzel együtt van egy csomó dolog, amiben amely területeken hátrányba kerülnek, és talán azt mondanám, hogy nem átfogó jövőképet adunk nekik, hanem elmagyarázzuk, hogy hogyan tudnak úgy kapcsolódni a többi országhoz, hogy az az ő érdekeiket, hosszú távú érdekeiket szolgálja. És ez ugye a beszélgetés elején mondtam, hogy tulajdonképpen holnap reggelig is tarthatna. Hát most lejárt a műsoridőnk. Én az egy kérdés maradt. Amikor elkezdted ezt én azt mondtam, hogy misszió, de ez nem munka, sokkal inkább hivatás, ez mondjuk egyértelmű. Gondoltad volna, hogy ilyen teljességre jutsz közel a nyugdíjhoz? Reméltem, hogy nagyon-nagyon sok érdekes dolgot látok. Igen, közel állok a nyugdíjhoz, ami mindig megdöbbent, mert lelkiekben én még teljesen tinédzsernek érzem magam. Reméltem, hogy valami ilyesmi lesz, és nagyon azt kell mondanom, hogy szerencsésnek tartom magam, hogy ennyi mindent megpróbálhattam, ennyi kontinensre eljutottam. És csak egy gondolatot hadd mondjak. Nagyon-nagyon különbözőek ezek az országok, de alapjában véve az, ami a vezérli az embereket, az ugyanaz. Minden egyes családban az a lényeg, hogy a gyerek biztonságban legyen, tudjon tanulni és boldoguljon. Hogy szülessenek picikék, és jól el tudják őket látni, és biztonságban legyen. Ezek az alapvető emberi szükségletek, és ezt mindenhol megtaláltam. Kivétel nélkül.
No, hát akkor történjék így a jövőben is, bárhol, bármerre is vet a sors. Egyébként mi történik nyugdíj után? Ez egy nagyon jó kérdés, meg nem tudom. Nagyon többféle lehetőség van, lehet, hogy félállásban folytatok ilyen tanácsadást. De mi haza fogunk jönni, építkeztünk Magyarországon, van egy házunk itthon, és itthon is leszünk. És itt is körülnézek, hogy mi az, amit lehet csinálni. Akkor boldogságot a Kárpát-medencében neked, lelked Jobbik felének, a gyerekeknek, egyszer majd csak-csak megérkeznek ők maguk is. Igen. Köszönöm, hogy találkoztunk. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, dr. Horváth Balázs volt a vendégem, aki nagyon fontos pozíciót tölt be jelenleg Botswanában az ENSZ tisztviselőjeként, a fejlesztési hálózat vezetője, és hát székesfehérvári, úgyhogy fontos volt, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miként alakult az ő sorsa. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. Viszont.